Üdvözlet! Itt Kentabelsz ismételten, és a mai videó, ahogy a cím is mutatja, a legújabbik hős frissítésről fogok beszélni a League of Legends-ben, ez pedig nem más, mint Irelia, a pengetáncos frissítése, ha jól mondom. Na, szóval a mai napon Ireliáról fogok nektek beszámolni. Nem tudom, hogy van-e új élettörténete a régi, se igazán tudom megjegyezni, azt tudom, hogy viszont teljesen frissítették a képességeit, ami nem kellett annyira volna frissíteni. Fú, de viszket az órom. De a lényeg az az, hogy frissítették, és ugyebár ilyenkor tudjátok, hogy én is beszállok ebbe a frissítés dologba. Legalábbis úgy, hogy elmondom a véleményemet, de először lássuk akkor ugyebár a képességeit. Szóval, passzív képessége az Iónai szenvedély, ami annyiból áll, hogyha Irelia bármilyen képessége eltalál egy ellenfelet, akkor kap egy jelzőt, ami annyit tesz, hogy jó, hát ezt nem tudom így megmutatni, szóval, hogy kap egy jelzőt, a képességeiről mindjárt beszámolok, kap egy jelzőt, amivel az alaptámadása egy bónusz varázssebzést okoznak, és összesen ebből 4 jelzőt tud összegyűjteni. Ha megvan a maximális számú jelző, akkor ugyebár még bónusz támadási sebességet is kap. Na most, kicsikét beindítjuk a dolgukat, hogy meglegyen Jinzónak a stackjét csak azért. Na most. Akkor az első képessége, vagyis a Q-ja, az acélugrás, ami annyiból áll, hogy a Irelia megcél az egy ellenséges hős, akihez odaugrik, és rövid időre, nem rövid idő, hanem először, amelyik gombat már el vagyok kavarodva. Szóval megcél az egy ellenfelet, és így hozzáugrik, és megsebzi őt. Ezen kívül, hogyha a célpont meghal, közben meg felrakom a passzívját, ez egy támadási sebességet is kap. Pluszba. Szóval, hogyha a célpont meghal, illetve egy megjelölt célpontot talál el, akkor csökken a képesség időtartalma, ami annyiból áll, hogy újra lehet azonnal aktiválni. Aztán W képesség egy olyan fajta képességnek számít, ami abból áll, hogy először olvasom a részleteket, mert fejben nem tudom. Szóval a lényeg az az, hogy először Irelia aktiváskor Irelia első hatásként kardokkal veszi körül magát, amivel így kevesebb sebzést szenved el, és akkor na, megint a rossz gombat nyomom. Szóval a lényeg az az, hogy aktiváskor Irelia sebzéscsökkentés kap, illetve az adott irányba ellövi a képességei, tehát hogy ellövi a kardjait, amivel minden útjába kerülő ellenfelet megsebez. Na most ezt a képességet lehet úgy is csinálni, hogy az időt, hogy maximális ideig kihúzzuk, ami hát mondjuk ide nincsen ideírva, de rövid ideig tart. Ez nem tudom kb. Mennyi idő, talán 3 másodperc. Vagy hogyha elengedi a képességet, akkor ugyanúgy megsebzi a célpontot. És van-e valami érdekessége? Hát csak annyi, hogy mindent megtett. Minél hosszabb ideig tartjuk a képességet, tehát hogy lenyomva, annál nagyobb lesz a sebzése. Na mondjuk ez jó. Érdekes. Aztán E képessége, mondjuk a W az a tüzes tánc volt, azt nem mondtam, de az E képessége az a... Az E képességével Irelia eléri neki azt a bizonyos dolgot, aminek a címe páratlan páros. Ezt csak én magam találtam ki, mert végül is ideillik. A lényeg az az, hogy az E képessége a páratlan páros, ami annyiból áll, hogy Irelia kurzor irányába lő egy kardot, és így rövid ideig
újra tudja aktiválni a képességet. Újra aktiváláskor Irelia ugyanúgy szintén a kurzorjával lerak egy második pengét, és így a két penge egymás fele halad. Igen, hogy szóval, hogy egymás fele haladnak, és minden célpont, ami a pengék útjába kerül, az megsebzik, illetve elkábítják. Érdekességképpen van egy olyan képessége ennek a képességnek, legalábbis, hogy ilyen minimálisat lehet csinálni, csak úgy mutatom. Azon kívül pedig rövidre megnyerik a célpontokat is. De az életükkel fizetnek érte. És ilyenkor persze csökken a Q képessége a költésre, hogyha ráugrunk. És aztán van a végső képessége, az élharcosok pengéje. Ami annyiból áll, hogy Irelia minimális varázslást követően pengenket lő ki a kurzor irányába, és minden ellenfél, amit eltalálva ők, az megsebzi. De, ha viszont a célpont egy ellenséges hős, akkor a kardok, ahelyett, hogy tovább repülnének, létrehoznak egy ilyen nyílhegy falat, tehát egy ilyen nyílhegyféle falat, egy ilyen nyílhegy falat hoznak létre, és de közben ugyanúgy megsebzik, és hogyha ezen a falon áthalad bármilyen ellenséges célpont, az ugyanúgy megsebzik, illetve ugyanúgy megjelenik a célpontot. Szóval rövid időre létrehoz egy falat, megjelöli a célpontot, és még az is, hogyha azon a falon, ezen a fal részen, tehát hogy így végighalad a célpont, akkor még lefegyverzi őket. Még ezt a lefegyverzés dolgot, ezt nem tudom értelmezni, hogy ez hogy kell, de nem is ez a érdekes. Szóval nagyjából eddig kell tudni írni a képességéről, remélem nem fejtettem ki semmit. Na most, akkor ugyebár jön az a rész, amit én szeretek csinálni. Az ugyebár a képességeknek az elemzése. Na most, tulajdonképpen az egyedi képesség, ami úgymond tetszik, tehát hogy nincsen konkrétabban semmi bajom, az maga a Q-képessége. A Q-képessége viszonylag az tetszik, mert megtudod egy embert, hozzáugrik és megsebzi. És hogyha végez vele a célpont, hogyha a képesség végez a célponton, vagy éppen a olyan célponttól támad meg, ami meg van jelölve, akkor ugyebár azonnal újra használ tovább válik. Ja, de mondjuk még azt kifejtettem, hogy még életerőt is tölt vissza magának belőle. Ez tetszik. A többi képessége már van egy kis gond. Na most, a passzív képességében csak annyi a probléma, hogy rendben van, hogy varázssebzést okoz, de vagyis hát úgymond nincsen rendben, mert ha például, ahogy mondtam Kajszánál is, hogyha olyan lenne ez, mint Garené, hogy a AP-sebzés, tehát a varázssebzés az ilyenkor beépített lenne, akkor nem lenne baj. De eddig nem volt az baj, csak most már megcsinálták úgy, hogy most már a meglévő fizikai sebzésével, tehát az AD-jával lehet ezt növelni. Akkor lehet ez, hogy AD, de akkor viszont csinálják meg úgy, hogy tényleg AD-ból sebezzen, és ne az, hogy AD-val növelhet, hogy AD, tehát fizikai sebzésen növelve okoz varázssebzést. Gondolom értitek, hogy mondom. Aztán, pardon. W képességre két problémám is van. Ugye azt nem mondtam, hogy ha aktiválja W képességét Irelia, akkor ugyebár mozgásképtelenné válik, tehát ilyenkor nem tud mozogni. Ez nagyon nagy problémát jelent, mert például az jó lenne, hogyha legalább olyan lenne, mint Gáriónak a W-je, hogy azért mozogni képes lehetne. Tehát azért azt meg lehetne csinálni, hogy mozoghatna. Ezt azért meg kéne csinálni, ez az egyik része. A másik pedig az, hogy ez is AP-val, tehát varázssebzéssel lehet ezt is növelni. Úgyhogy ez így nem, ez se tetszik így. Aztán van ugye bár, hát ez mondjuk nincs olyan, de van itt, csak hát ezt sebzik a minionok, de teljesen, akkor létrehozok egy másikat. Semleges. A probléma, na, ez az ultia, megint az gombatyomok, na most. Elképesség, mi a probléma? Hát tulajdonképpen úgy semmi, csak mondjuk az jó lenne, hogy amikor lehelyezi ezt a kardot, akkor az ugyanúgy szinte sebezni a célpontot, és ne csak akkor, amikor a két kard összetalálkozik, és a köztük lévő ellenfeleket találják el. Tehát, hogy
ledob egy ilyen kis kardot, és akkor ezen a körön található célpontok, amik utának úgy megsebződnének. Meg a másik kard is, amit ledob, az is sebezne, és amikor összeér, akkor ugyanúgy, akkor egy picit nagyobbat sebezne, és kábít, és megjöjjön a célpontokat. Ráadásul ez is AP-val sebez, ami ugyanúgy nem tetszik. És az ultia. Na most az ultiával is pontosan ugyanaz a bajom, mint eddig, hogy AP-san sebez. Ráadásul meg ez a nyílhegy, ez így nem is annyira tetszetős, mert például oké, hogy erre sebez az ellenfeleknél, de például, hogyha valaki olyan merész, akkor nem erre megy, hanem így jön ki ezen a ponton. Szóval ezt inkább úgy kell megcsinálni, hogy körbeveszik a célpontot. Tehát nem az, hogy most egy ilyen nyílhegy jön létre, hanem egy ilyen kört kéne formálnia belőle, és akkor... Ja, szóval meg annyi, hogy nem sebezne a AP-ból. Tehát tulajdonképpen a maguk a képességnek a használata, így ahogy van, így jó. Elnézést. De mondom, a probléma ott kezdik, hogy irányja egy AD, tehát egy fizikai sebzéssel rendelkező karakter. És ezt úgy kéne megcsinálni, hogy fizikai sebzésből okozzon. Tehát, hogy fizikai sebzést okozzon. Ne az, hogy most ilyen AP jellegű fizikai sebzés, vagy AD, vagy AD, vagy tehát, hogy mondom, hogy... De ezt a refegyverzés dolgot nem értem, tehát... Ja, hogy nem képes, akkor ez a lefegyverzés, hogy nem képes használni az alaptámadásait. Értem. Pardon. Szép kis fan. Nagyon kis, hogyha így. Ezt inkább úgy kellett volna, hogy na mindegy. Pardon, nem úgy, hogy benne van a CD-m. Na mindegy. Szóval, a lényeg az az, hogy tulajdonképpen így a képességekkel nincsen probléma, csak az, hogy mindegyik, ez is AP, ez is AP, ez is AP, ez is AP. Nem kell ide AP. Ezt nem bírom, amikor egy AD-s karakter AP sebzés van benne. Tehát fizikai karakter csak fizikai sebzést okozon. Hogyha például úgy van, hogyha netán mégis az van, hogy rakjunk bele varázssebzést, akkor lehet róla szó, de akkor úgy legyen csinálva, mint Galennek az útja, hogy megvan az egy bizonyos pontszám, ami varázssebzést okoz, és azt nem lehet növelni. Kész. Ennyi a történet. Ezt így kéne megcsinálni. Na, nem tudom, mert remélem, hogy azért valamit fognak csinálni a jövőt illetően, mert tulajdonképpen ez így jó, irányja, csak hát... Mondom, ez az AP-s jelzés, ez a problémám az AP-val. Elnézést. De ez nagyon. Meg ha még úgy ki lenne egészítve az összes képessége, hogy én mondtam, meg az, hogy nem ilyen nyílhegy lenne az ultia, hanem körformában vennék körül a célpontot, akkor az még jobb is volna. Na mindegy, a lényeg az, szóval, hogy ennyi lett volna akkor ez a videó. És végül is, hogyha tetszik, akkor... Nyomjatok egy lájkot, illetve ha szeretnétek még látni ilyet, akkor írjátok meg kommentbe. Én Kenta voltam, és köszönöm a figyelmet, találkozom a következő videóban.